Szálláskeresés az interneten, néhány kattintással az úti cél és a szálláshelyek is fellelhetők, ugyanazokon az oldalakon. A foglalások 80%-a neten történik, sok a kifogás, és nem árt vigyázni az online foglalással, mert a szálláshely közvetítő oldalak garanciát nem vállalnak a szálláshelyek minőségéért. Az utazási irodák viszont kötelezettek az utas teljes körű tájékoztatására, biztosítására, és mellőzik a netes foglalásokat. Jó pár évvel ezelőtt áttértünk arra, hogy csak szállásfoglalás esetében is megbízható partnerekkel dolgozunk, akiktől fix visszaigazolásokat kapunk, illetve akikhez tudunk fordulni bármilyen problémánk, hogyha van. Hál' Istennek az utóbbi időben nem volt. Az utazásszervezők végigkövetik a nyaralásunkat. Felhívjuk arra a figyelmét az utasnak, hogy az adott szállás hol helyezkedik el, mennyire van a parttól, nagyjából valószínűleg milyen lesz az ellátás, illetve hogy az ár tartalmaz-e például útlemondási biztosítást. Mert legtöbbször, hogyha egyénileg foglalunk, akkor útlemondási biztosítás nincs az árban, és ha valamiért vissza szeretnénk mondani baleset, betegség miatt az utat, akkor erre nincs lehetőségünk, a 100%-os bért bukjuk. Érdemes még utazás előtt a szállodával közvetlenül is felvenni a kapcsolatot. Ha a minőség kifogásolható, azt dokumentálni kell, le kell fotózni. Erről Görömbeiné dr. Balmasz Katalin, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület alelnöke beszélt a minap 35 perc című műsorunkban. Az utazási szerződést a PTK szabályozza, el lehet állni a foglalástól. 60 nappal, ha elállunk, akkor semmiféle bánatpénzt, vagy kártérítést, vagy akármit nem kérhetnek tőlünk. Tehát itt az utazási szerződésről van szó. Ha olyan utazási szerződéstől állunk el, amiben szálláshelyet is foglaltunk, és ez 45 napon belül történik, akkor ott 10%-os bánatpénz a maximum, amit ki lehet kötni, de ezt előzetesen kell az utazási szerződés írásba foglalásakor, illetve ha csak sima szálláshely nélküli utazási szerződésről van szó, akkor ez az elállási lehetőség 35 nap. Az idén a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége kampányt is indított a szállodák hivatalos csillagbesorolásának, a Hotel Stars védjegy megismertetésére.